Mindenkinek! Ez itt a Dead Rising 2 Off The Record végigjátszásának legújabb fejezet, amiben na, végre tudok haladni tovább, mivel hogy megvan már az 1 millió váltságdíj Rebecca véget, és majd az lesz a feladatunk, hogy majd 7-kor kell találkoznunk az éjjeli klubban, és le kell győznünk majd az ikreket. Na, és akkor most, ugye... Nem is tudom, hol hagytam abba. Ja igen, hogy 43-as szinten vagyok, tehát nem sokára haladunk szépen tovább. Annyi biztos, hogy még újra befrissítem a jelmezemet. Hogy biztos legyünk abban, hogy jól fog működni. És nem sokára el fogunk érni ahhoz a ponthoz, hogy újra a MILF pszichopatával is fogok találkozni, mert ugye ő mindig a harmadik napnál jelenik meg. Ugye... Igen, 27-e, az még a második nap, de a harmadik napnál nem sokára elő fog jönni az a pszichopata MILF, és ugye az a probléma, ugye a múltkor abba a hibába estem bele, hogy a ninja ruhának köszönhetően a zombik nem jöttek utánam. De ez harmadik nap, olyaj, nem sokára mindjárt jön. Elő kell majd vennem a datafájlt, amiben ugye külön belekódoltam a modifikációt, ugye a Dead Rising 2 alap DLC skineket, vagy skill jelmezeket, és ott ki kell vennem majd a zombi láthatóságot nullára, hogy minden zombi rám akaszkodjon, és így meg kell valahogy próbálnom úgy megcsinálni ezt a pszichopata fightot, hogy ez a művésznőnek jó legyen. Na most már a harmadik napnál most már van cső itt elhelyezve, úgyhogy már alapból lehet rakétát készíteni, úgyhogy rakok is be egyet. Ja igen, a snipereket leszettem, igen, hú, de nagy nehéz volt, meg azt a bombázó rendőrcsajt kimentettem a sex shopból, és visszahoztam. Ja igen, így hagytam abba, most már mindenre fény derült. És akkor szépen haladok tovább. Szóval ki kell vennem a ki kell lépnem a játékból, újra vissza kell töltenem, tehát igen, ez nyire húzós, vissza kell töltenem, és hát ki kell lépnem a játékból, megpöckölni a modifikációt. Igen, megpöckölni a modifikációt, és akkor utána haladok szépen tovább. Megcsinálni a pszichopatát, és akkor visszahozni, elmenteni, kilépni, megint visszaállítani a ninja skillt, és akkor így még jobban tudok tovább haladni. De most ugye jelen esetben nincs semmi, az anti-up ugye... ugye... striptease poker, amivel a... Jacknek a protomensisakát lehet begyűjteni, de mivel megbeszéltük, hogy én alapból most nem csinálom meg ezt, tehát nem fogok ugyanúgy szenvedni, mint a múltkor, hanem van itt egy alternatív megoldás arra, hogy hogyan lehet begyűjteni a protomensisakot. De ez majd akkor, ha megcsináltam a story küldit. Mi a heck? Az igen, dupla queen a látatárom. Aha, két baseball ütésbe, ilyen szöges baseball ütőbe belehal. Hú, de szardobás volt! Nem is tudom, a futballcipőt azt az alsó szinten lehet begyűjteni, ezt még el is felejtettem. Ja, itt van egy poén. Direkt raktak bele izét. Aha, itt vannak a sportfannak a lábbeléjei. Szóval nagyjából a sportfan ruhát az full unlockoltam. Egyébként. Ez csak egy poén.
Igen, tehát ez lenne az a pillanata a játéknak, amikor magadra vagy utalva, és itt konkrétan még be tudod pótolni a lemaradásaidat például, tehát hogy amit eddig nem tudtál összegyűjteni, azt most meg tudod csinálni, stb. 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 Etc. 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 Hát ez jön utánam. Nagyon próbálkoztok ti. Hoho, megbögtem. Hát azért ennyi királynőt nem szokott a játék ide renderelni. Vagy mégis meg tudja csinálni? Azt a rohadt élet. Tudom mire lenne szükségem. Nem csak rakétavetőkre. Ott a harmadik, csak nehogy beessen már megint a földbe. Hopp! Hoppá! Megvan! Jó. Akkor ezt felveszem. És csinálok magamnak egy lézerkardot. Hopp! Na mi az új üzenet? Ricsi, snake in the grass, snake in the grass. Ez nagyon érdekes, snake in the grass, ez micsoda? Konfrontálni Richarddal, Richard elkezdte molesztálni a hölgyeket, vissza kell mennem a safe house-ba. Itt van a mil pszichopata, One Hit Wonder, na, most akkor bekövetkezett az, amitől a legnagyobban féltem, úgyhogy szépen fogom magam. Ezt ide rendelelem. Szépen fogom magam, visszamegyek. Visszamegyek a safe house-ban, megnézem, hogy Richardnak mi a baja. De Richard, nézzük meg, ki az a Richard. Nem ez az. Hopp, itt van Richard Kelly. Ja, hát igen, kajára van szüksége. Új, tudtam, visszahozták az első részből ezt a baromságot. Nem igaz. És azt is tudom, hogy nincs kajáda itt. Tehát lehet, hogy be kell mennem az étterembe. Vagy várjál? Chips. Hát a chips-e megoldható minden. De az a kérdés, hogy itt találok olyan kaját, nem italt. Pasta! Hát... Nem nagyon kéne elhasználni. Mindegy, szarok bele. Na, ezt szépen elhasználtam. És akkor veszek magamhoz egy pasztát. Így né. Milyen érdekes, így fogom a tányért, és egyáltalán a paszta nem esik ki. Jó. Haladjunk vissza a safe house-ba itt. Szépen visszamegyek, és akkor lerendezem Richarddal a hülyeségét. Nehogy megegyem. Na itt is van még chips, tehát tudtam. Tehát akkor ezt fogom megzaválni. És akkor lerendezem Richardot, mentek a safe house-ban, és akkor kilépek, visszatöltöm, és... Tehát ez egy ilyen 10 perces meló lesz, tehát nem tart sokáig. Hát max 10 perc, tehát nem olyan sok. Na itt van ez a barom, ahhoz képest, hogy a nőket gyesztrálja. Úgy néz ki, mint a pisilnie kell. Miért csicskáztatod a többieket? Én?
Nem, csak a hölgyekkel próbáltam kontaktálni. A nem azt jelenti nem. Hagyjad már abba. Nem tudok a lány... Nem a barátnőid! Micsoda? Ez kell neked? Az anyád úristenedet, az anyád úristenedet, az anyád úristenedet, a... Az anyád úristenedet, te komolyan mondod, az erotikus magazin kellett, pont az, ami nekem nagyon fontos az egész játék során. Hogy rohadnál keresztbe, te pedig ez volt az a karakter, aki kaját követelt. Nem. Na most nem kajára volt szüksége. Erotikus magazinra volt szüksége, hogy jól kiverje magának. Úgy van! Ne haragudjatok, de jó, a PP miatt nagyon jó ezeket a mini küldetéseket megcsinálni. De hogy egy ilyen dolog miatt, hogy konkrétan egy olyan tárgyamat kellett felhasználnom, ami konkrétan nem csak arra való, hogy a túlélőket segítsem ki ilyen ügyben, meg olyan ügyben, főleg a női egyedekkel kapcsolatban, de hogy ezt a egyetlen egy tárgyat, ami számomra a túlélés során nagyon fontos, ezt nekem oda kell adnom valakinek, mert számára a játékban ez bele van építve magának mellé küldetés szálként. Kedves Capcom Vancouver, mi az anyátok lóbüdös? Na. Visszatértem. Legalább a modifikációra koncentráltam, így le tudtam nyugodni. Szóval... Annyit csináltam, hogy volt az a modifikált alap, amit az Items mappában találtam. Ott van egy olyan rész, ahol egy konkrétan a Ninja Skill annyit tesz, hogy van egy olyan sor, amire az van ráírva nagyjából, hogy a zombik észrevételét tudom kombinálni számkombinációval. Tehát, hogy egy egyesre van állítva, akkor a konkrétan a zombik rám se bagoznak. De most kb. Így fog kinézni, ha nullára állítottam, így konkrétan a zombik jönnek rám. De ne állítsátok be nullára azt a kódot, azt a sort, ami arról szól, hogy az esélye a zombiknak, hogy lefognak. Tehát azt ne állítsátok be, az maradjon egyesen, így nem fognak rád kapaszkodni. De így most folyamatosan üldöznek téged, üldözni fognak, de így, hál' Istennek, így most nagyobb esélyem lesz a One Hit Wonder-ös küldetés során, ami ez az. És akkor szokásos illően öltönt fel, más nem kell elővenni, és hopp. Elfelejtettem egy kávékrémest magammal hozni, vagy hát bármilyen italt lehet hozni. A lényeg az, hogy igyon egyet a művésznő. A kávékrémes az mindig bevált nálam, nem bonyolítom tovább a helyzetet. Na, ezt nem fogadja el a művésznő, akkor sikítok. És hát a cutscene-ek is nagyjából megmaradtak ugyanúgy, mint az alapjátéknál, csak annyi a különbség, hogy lehet, hogy még jobban fölisve, vagy nem tudom, de ugyanazok az emberek vannak bent, tehát 4 embert is tudnék begyűjteni. De én most azt csinálom, ha már úgyis ide kell bemennem, gyorsan kimegyek a izéhez, és visszaszedem az erotikus magazint, amit Richard így elkobzott tőlem konkrétan! Mondom, a grappelt azt egyesnél hagytam, nem vettem nullára, tehát attól még a zombik meg tudnak karmolni. De lefogni a legkisebb esély egyenlősége annak. Szépen ide visszajövök. Looter itt van, nincs looter.
Hol a magazin? Ott a magazin. Magamhoz veszem. Aktiválom. Aktiváltam. Aktiváltam. Az anyádat. Vissza a kávé. A kávékrémeshez. Ízé a jeges kávé. Mert van külön kávé, meg van ez a coffee creamer, tehát hogy tejszínes kávé, de mindannyian láthatjátok, egy kicsit nagyobb termoszban van, ilyen jó kis tarka-barka, farka-szarka izében van, termoszban, tehát nyilvánvaló, hogy ez jeges kávé. Mert azt szoktak az emberek magukkal lenni, vinni munkában. Na itt a színház, a slot lunch, színpadán. Nyűgözzük le újra a Bibi Love-ot. Kap olyan Metal Gear-es szöveggel indított a csaj? Kept you waiting, huh? Kept you waiting, huh? Ez ugyanaz változatlan maradt. Hát ez ugyanúgy változatlan maradt. Tehát teljesen mindegy, hogy Bibi számára kik vagyunk, egy kamupletkárral híresztelt kitörés okozó terrorista vagyunk, vagy egy leszerepelt fotós. Igen, igen, igen. Frissítőre van szüksége. Megvan a... Megvan a ruházat, most már rajongókra van szüksége. Szépen előkapom. És akkor hívok mindenkit. És erre szépen jönnek. Bónusz még rá a lapátra. Hogy szépen bejövök a petárdák közé. És mindenkit így hívogatok. És így jönnek utánam. Mert ugye kikapcsoltam a ninja szettet. És jönnek, jönnek, szépen jönnek, 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 jönnek. Picit még jöhetnek. Az a baj, felém jönnek. Hozok még petárdát. Gyerek, még a színpadra is rálőttem. Hello! Itt vagyok, gyertek, 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 gyertek! Hú, de nehezen akarnak jönni. A Royal Flush fázában olyan gyorsan jöttek, mint a szar felém, ráadásképpen. Hello! Itt vagyok! Mennyi kell még? Még nem szólalt meg, úgyhogy... Ez még marad.
ezt leszedem. Ez izés, ez mélyecskés. Na, így. Lassan mindjárt 7, úgyhogy ezeket visszaküldöm a safe house-ba. It's time for the show begin, oh my, oh my. Na, végre, ennyi, jó, okés. Nem elég! A diva még nincs készen. Tehát akkor basszus, miért mondja azt, hogy oké, jöhetnek? Az a hátul lévők rá se bagóztak. Gyertek már! Hopp! Na gyere, gyertek erre! Na, egy lejött. Még az a dupla párocska. Igen, mutassad nekik azt a jó méretes seggedet. Az hát, hogy bejönnek. De elvileg ennyinek kéne lennie. Na, végre! Azt a rohadt élet! Azt hittem már soha nem fogjuk már elkezdeni. És igen, ugyanaz a kombináció lesz, mint az előzőnél, hogy a VASD gombokat kell nyomni. A Xbox controllernél az YABX kombinációt, illetve a PlayStation-nél, PS3-nál vagy PS4-nél pedig a PS gombokat, tehát a négyzet, háromszög, kör és X gombokat. Sony elfogadta, hogy keresztnek kell elnevezni az X-et, amikor ez egy cseszett X. Nem mindegy, ebben nem kötök bele. Mert akkor nem kevernénk össze az Xbox gombokkal. De ha mondod a kombinációt, hogy VAST, az ember gondolná, hogy ez PC. Az ABXY az már Xbox, és az a négyzet, háromszög, kör, X, az már a PS-hez tartozik. És még vannak olyan emberek, akik képesek összetéveszteni a PSX-et, a PlayStation-ös X gombot az Xbox-os X-el. Gyerekek, ne legyetek már ennyire hülyék. Ilyen setétek! Na, kezdjük el a műsort! Igen, zene nélkül, mert ez copyrightos! Nem tudom miért, de mindegy. Most érdekes, nem látom a Damil drótokat a bibin. És igen, szuperhős landolással fogom leszedni a zombikat, hogy mindenkit megmentsek. Most miért nem fogadta el a tökömet most már? Pedig egyszer nyomtam le, nem értem. Mindegy. S, A, S, A, V, A. Na. És elvileg ennyi volt. Ugyanúgy lesegítik, ugyanúgy majd meg kell mentenünk, vagy nem, de inkább érdemes a túlélőket megmenteni a PayPal bónuszért. A másik három meg automatikusan csatlakozik. És egy szintlépés kombókártya. Hell fucking yeah! Yes! Super motherfucking super BFG, bitch! Yes! Na, erről van szó. 44-es szinten úgy látszik, ezt feloldhatjuk. Érdekes, hogy ennyi zombi maradt a játék végére.
Na. Irány a safe house. És ő is jön velünk. Te nem jössz! Na! Mindenki jön utánam! Annyi biztos, hogy itt megnézek valamit hátul, mielőtt még haladnék tovább. 5 óra van, úgyhogy szépen visszaküldöm őket a safe house-ba, és én meg megyek tovább. Ezt nem viszem magammal. Igen. Katana az itt van, de most nem foglalkozom vele. Irány vissza a safe house-ba, takarodó. Még a töltőképernyőn túl is le tudom szedni a zombikat. Tehát annál a résznél, ahol már... Én már átmegyek a másik térképbe. Ott már konkrétan még le tudom szedni a zombikat. Na, ezzel a 4 emberrel vissza a safe house-ba még mindig. Tehát ugyanúgy az lesz a dolgom. És akkor... Visszamegyek. Mentek. Kilépek. Át visszaváltom a ninja skillemet. És szépen haladunk tovább. Kifogytam minden, mert már csak sniperem maradt. Gyertek már! Haladás van, könyörgöm, jó? ...1650 unlocked. Ezt el is dobom, mert ez már mindjárt kifogy. És akár lehet, hogy 2 rakétavetőt is tudnék készíteni. Ezzel megkönnyebbítem a helyzetemet, vagy nem. Tehát biztos, hogy 2 rakétavetőt fogok csinálni, de biztos, hogy kimegyek a Slot Ranch kaszinón át az udvarra, az Silver Stripbe. Megépítem a 2 rakétavetőt, megyek a Yucatánba, leszedem az ikreket, és akkor utána... megnézem azt a horrorfilmet, és megpróbálom begyűjteni az égő koponya kombót. Ha nem jön össze, akkor majd később. Esetleg egy sandbox keretein belül majd megoldom. Na, a művésznőtől is kaptam pénzt. Nagyon köszönöm szépen. Pukkasztanám ki a Luffy melleidet, komolyan mondom. Jó, inventory, újabb kombókártya, Portam Mower. Az a hordozható fűnyíró a 2x4-es lécekkel, meg a fűnyíróval összkombosítva. Igen, tehát ez egy akkora nagy szintlépés, tehát 43-asnál kezdtem, egy szintet léptem a pszichopata legyőzésével konkrétan, és az eszkortálással még egyet szintet léptem. Mert a pornó újságnak köszönhetően, igen Ricsi, még mindig rábököm a késemet. Már olyan úgy tűnik, mintha 4 nőt vittem volna magammal, pluszban még a 2 csávó, ugye Gordon és Juan. És így konkrétan egy újabb nagyobb szintlépést csináltam meg. És most újra kilépek. Visszatöltöm a ninja skillemnek a képességét, és haladok tovább az ikrekhez.